Hogyan muzsikálnak a külföldön pallérozódó magyar tehetségeink? Nézzük meg saját szemünkkel, tényleg olyan jók, ahogy ezt a magyar sajtó sugallja, vagy csak újabb Koman, Simon, Villám karrierekről van szó? Dárdai Palkó és Salói Dani, második rész. Sziasztok! A Nagykeró blog és vlog szerkesztői vagyunk, és teljesen rendszertelen időközönként futballelemzéseket hozunk nektek. Ha most vagy itt először, és a későbbiekben is szeretnél foci elemzős videókat látni tőlünk, iratkozz fel, hogy egyetlen friss anyagról sem maradj le. Az első részben Dárdai Palkó és Salói Dani támadójátékát vettük górcső alá. Aki nem látta az első részt, annak erősen ajánljuk, hogy először azt nézze meg, és utána térjen vissza ide. A második részben barangulunk egy kicsit a Transfermarkton, megnézzük a védőmunkájukat a Wisecoutban, majd mindenhez hozzácsapunk néhány érdekes statisztikai adatot is. A végén pedig értékelünk, amiben besegít Dani édesapja, a 13-szoros válogatott labdarúgó Salló István is. Kezdjük egy kis transferes áttekintéssel. Tárdai Palkó, 18 éves, kétszeres U19-es német válogatott, 200.000 eurót ér jelenleg a transfer szerint, ballábas, jobb oldalon, jobb szélen szokták bevetni általában, de előfordult, hogy a másik oldalon játszott, vagy középen. Nézzük az aktuális csapat statisztikákat, 9-szer játszott a juniorok között, 6-szor a Hertha második csapatában, és 2-szer az Európa Ligában. Ez a második csapat statisztikája, elég sokat játszott. A juniorok között természetesen a legtöbbet, majdnem minden mérkőzésen gólt rúgott és végigjátszott. Az Európa Ligában pedig 2-szer szerepelt. És akkor most nézzük Salói Danit, ő 21 éves, 2-szeres U21-es válogatott, 500.000 eurót ér a Transfermarkt szerint, mindkét lábát használja. Középcsatárként szokták bevetni, de gyakran játszik a bal szélen is. Nézzük az aktuális statisztikáit. Az MLS-ben ugye tavaszi-őszi rendszer van, itt 22 mérkőzésen 3 gólt adott és 1 gólpaszt, ami jól látszik, hogy abszolút kitartó munkával szépen fokozatosan épült be a csapatba, az elején padon kezdett, aztán 1-2 perceket kapott és a végén már szinte alapembernek mondhatta magát, és a kupában is 3 meccsen 3 gólt szerzett. Szóval nagyon tudatosan és kitartóan építette fel magát. Most akkor tegyük félre a statot, és nézzünk néhány videót a srácok védekezéséről. Lesz itt interception, felszabadítás, védekezési helyezkedés, becsúszások, egy-egy elleni védekezés, szóval ilyen vegyes felvágott. Kezdjük Dárdai Palkóval. Ja, még annyi, hogy innentől kezdve 3 nagyobb blokkra oszlik a videó. Az elsőben Palkó és Dani védekező akcióit nézzük meg. A másodikban a Wisecout statisztikai adatbázisának segítségével hasonlítjuk össze a két játékost. A harmadik záró blokkban pedig egy vegyes videós rész közben mondjuk el a Salló István és általunk megírt kiértékelést is. Szóval akit a sima videós akciók és statisztikák kevésbé érdekelnek, de kíváncsiak az értékelésre, azok nyugodtan ugorjanak a harmadik blokkhoz, ami nagyjából a 9. perctől kezdődik. Most nézzük, hogyan védekezik Salói Dani. Nála nyilván az U21-es magyar válogatott meccsekről, illetve a Sporting Kansas meccseiről is lesznek felvételek.
This is a Chucky Beat production. This is a Chucky Beat production. És most nézzünk egy kis összevetést a Wise Scout statjainak segítségével. Bal oldalon Palkó, jobb oldalon Salloidani adatai láthatók. A bal oldali kockában az összes, a jobb oldaliban pedig a 90 percre átlagolt szám látható. Azt vegyük figyelembe, hogy Palkó számai nagy részt a második csapatnál, vagy az ifik közt játszott meccsekből adódik össze, míg Dani majdnem végig a felnőttek között játszott. Statok után jöjjön megint egy kis videó etap, nézzünk mondjuk vesztett labdákat, légifej párbajokat, agresszív letámadás, labda nélküli mozgást, egy kis vegyes felvágott megint. És amíg a képek pörögnek, kezdjük a két srác játékának részletesebb értékelését is. Az értékelésnél természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a papíron hasonló posztjuk ellenére a hőtérképeik alapján Palkó közelebb áll a középpályás szerephez, míg Dani inkább nevezhető szélső támadónak, így más-más skillekre van szükségük. Érdekes, hogy amíg Palkó ballábas és főleg a jobb szárnyon játszik, addig Dani épp ellenkezőleg jobblábas és a bal szárnyon. Továbbá, ahogy azt már említettem, azt is figyelembe kell vennünk, hogy Palkó nagy részt még nem a felnőttek közt játszik, így az ellenfél védelme és kapusa sem a legfelső szintet képviseli ellene. De ha már egy videóba kerültek, óhatatlan, hogy összehasonlítsuk a két játékost, ami már csak a különböző posztok értékelése szempontjából is érdekes lehet. Dárdai Palkóval kapcsolatban a legtöbbünkben ott motoszkálhat a gondolat, miszerint csak az édesapja miatt kerül be az első csapatba ilyen korán. Nem sok eseményt tudtunk megnézni tőle, de ezek alapján állíthatjuk, hogy a gyanú alaptalan. Palkó 18 évesen bátran mozog, agilis, robbanékony, gyors és jól tartja a labdákat. Ráadásul kreatív, váratlan megoldásai is vannak. Az is mutatja tehetségét, hogy a német utánpótlás válogatottnál is számítanak rá, ahol azért van honnan meríteni és nem könnyű bekerülni a keretbe sem. Korához képest igen agresszívan támad le, igyekszik folyamatos nyomás alatt tartani ellenfelét. Palkó kevesebbet lő kapura, mint Dani, de hatékonyabban teszi. Kevesebb lövés, több gól. Ráadásul ő gyakrabban lő a 16-oson kívülről is. A bal lába nagyon jó, életerős, pontos lövései vannak, de jobbal néha elég suta.
Falkónak sokkal több kulcspassza, hosszú labdája és védelem mögé belőtt labdája van, de ez nem meglepő, tekintve, hogy hátrébb játszik, és neki több lehetősége van társakat kiugratni, míg Dani inkább célpont ilyen esetben. Úgy tűnik, Dani későn érő, türelmesebb típus. Saját elmondása szerint édesapja rengeteget segít neki a megfelelő hozzáállás elsajátításában. Ő is igen agilis támadásban és védekezésben egyaránt. Nagy erőssége, hogy nagyon jól érzi, hova kell mozdulnia, beindulnia. Technikailag elég képzett, az ütemcseleket ügyesen alkalmazza egy az egyben, az első érintéseivel képes lefordulni a védőjéről, de ezért nem egy labda zsonglőr, nem nagyon láthatunk tőle látványos trükköt, ezen a téren van még hová fejlődnie. Viszonylag gyakran lő kapura, majdnem kétszer annyiszor, mint Palkó, főleg a 16-oson belülről. Lövései inkább okosak, lövő erején lenne mit javítani. A védekezésből is kiveszi a részét, agresszívan és gyakran hatékonyan támadja a védőket és hozza zavarba őket. Ugyanakkor az is látszik, hogy a jó védekezéshez szükséges ütemet, belépőket kevésbé érzi. Fizikailag elég könnyen elnyomják, erősödnie biztosan kell még. Talán ezért is játszhatják gyakrabban a szélen, ahol kevesebbet kell birkóznia és több helye van a cserre, felgyorsulásra. Feljátéka gyenge, főleg lábbal veszélyes. Pályán kívül is igen jól kommunikál. Nagyon jól, folyékonyan beszél angolul, szimpatikus, érthető nyilatkozatokat ad. Jókedélyű, könnyen beilleszkedik, elmondása szerint a társakkal és az edzővel is jó a kapcsolata. Ahogy saját maga írta egy cikkben, túl jól nevelt, így a harcos még hiányzik belőle. Reméljük megtalálja és ezáltal még jobb játékossá válik. Palkonnál ugyan 3 évvel idősebb, de ha belehúz, simán lehet belőle magyar szinten magasan jegyzett futbolista. Ezek voltak a mi meglátásaink, de kérésünkre Dani édesapja, Salló István is kiegészítette a fentieket néhány gondolattal. Innentől az ő értékelését fogom idézni. Dani induló típusú játékos, hosszú lépteivel viszonylag gyors. Palkó inkább belép a játékba. Több kulcspassz próbál kiosztani, emiatt a passzpontossága átlagban 70% alatti, míg Dani horizontális játékos, kaput keresi, kevésbé áll le trükközni, egyszerűen precízen játszik, átlag 80% fölötti passzpontossággal. Dani lövő ereje meglepően jó az izomzatához képest, és mindkét lábbal bátran lő, nem kedvetlenedik el, ha nem sikerül. Általában csapata legtöbbet lövő játékosa. Erőssége, hogy mindig helyzetbe kerül, jó helyekre mozdul és valahogy vonzza a labdát. Ugyanakkor feljátéka gyakorlatilag értékelhetetlen, védekezésben a passzsávok zárása jó, de nem lép oda agresszíven megszerezni a labdát. Nem keresi, sőt kerüli az ütközést. Amiben fejlődnie kell, hogy aktívabban vegyen részt a támadások felépítésében, nyugodtabb döntéseket hozzon a kapu előtt, és a feljátéka fejlődjön legalább alapszintre. Tanulja meg jobban használni a testét, és bátrabban ütközzön. Salló Istvánnak ezúton is köszönjük a részletes értékelést. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Illetve nézzetek át a Nagykaró blogra is. Hamarosan újra jövünk, sziasztok!